Ötödik fejezet. Teljesen ledöbbentem, amikor Damon szombat kora délután megjelent és elhívott magával. Mármint, hogy hajtsunk át a havas, latyakos utakon, és csináljunk valami hétköznapit. Egy randevú. Mintha megengedhetnénk magunknak az efféle luxust. És akaratlanul is eszembe jutottak a múltkori szavai, amikor együtt feküdtünk az ágyában, és kész lettem volna megengedni neki mindent. Jól akarta csinálni. Randevúzni, moziba menni. Dawsonra pillanatnyilag Dee ügyelt, és Damon eléggé megbízott benne ahhoz, hogy kettesben hagyja őket. Fekete farmert vettem és piros garbót, rászántam pár percet a sminkemre, aztán leszaladtam a földszintre. Majdnem fél órámba telt, hogy leválasszam Damont anyuról. Talán nem is Will, hanem inkább Damon miatt kellene aggódnom vele kapcsolatban. Vénkecske is. Amikor kényelmesen elhelyezkedtünk Dolly-ban, Damon terepjárójában, felcsavarta a fűtést és rám nevetett. Na jó, van pár szabály ezzel a randival kapcsolatban. Igen, vontam fel a szemöldökömet. Bizony. Kikanyarodott a ház elől, óvatosan kerülgetve a jég sötét foltjait. Az első. Nem hozunk szóba semmit, ami a Védelmi Minisztériumhoz kapcsolódik. Rendben. Az ajkamba haraptam. Damon egy oldalpillantással felelt, mintha tudná, hogy szélütött szerelmes vigyort igyekszem elfolytani. Második. Nem beszélünk sem Dawsonról, sem Virről. Harmadik. Az én csodálatosságomra összpontosítunk. Na jó, erre már nem bírtam tovább. Fültől fülig elvigyorodtam. Azt hiszem, megbirkózom velük. Jobban is teszed, különben büntetést kapsz. És miféle büntetést? Alig, hanem olyasmit, amit élveznél is, nevetett halkan. Forróság öntött el, elpirultam. Úgy döntöttem, erre nem válaszolok, inkább a rádió felé nyúltam, Damonnel egy időben. Összeért az ujjunk, statikus elektromosság száguldott végig a karomon, átütött az ő kezére, visszarándultam. Damon ismét nevetett, de a hangja fátyolos volt, és a kocsi egyszerre túl szűknek tűnt. Beállított egy rokkadót, de a hangerőt halkra vette. Az út eseménytelen volt, mégis jó, éppen mert nem történt semmi őrültség. Egy olasz vendéglőbe vitt, apró asztalunkon gyertyák égtek. Körülnéztem. Sehol máshol nem álltak gyertyák. A többi asztalt kopott, piros-fehér kockás terítő takarta, a miénk azonban fedetlen maradt, a gyertyákat és két vízzel megtöltött boros poharat leszámítva. Még az asztalkendő is igazi vászonnak tűnt. Felmértem, mekkora a valószínűsége, hogy véletlenül kerültünk erre a helyre, és a szívem megugrott. Te voltál? Damon az asztalra könyökölt és előre hajolt. Finom árnyak táncoltak az arcán a gyertyafényben, kiemelve a járomcsontja ívét és az ajkára kiülő mosolyt. Mi voltam én? Te rendezted így? Intettem a gyertyák felé. Vállat vont. Lehetséges. Elmosolyodtam, és a fülem mögé tűrtem a hajamat. Köszönöm. Ez nagyon... csodálatos? Felnevettem. Romantikus. Nagyon romantikus, és csodálatos is. Amíg szerinted csodálatos, megérte. Pillantott fel. A pincérlány, a névtáblája tanúsága szerint ronda, akkor ért az asztalunkhoz. Amikor Damon felé fordult, hogy felvegye a rendelést, fátyolossá vált a tekintete. Mostanában kezdtem rájönni, hogy ez a Mr. Csodálatossal való találkozás egyik gyakori mellékhatása. Neked mit adhatok, drága? Spagettit kérek húsos szósszal. Feleltem, majd becsuktam és visszanyújtottam az étlapot. Ronda Damonre pillantott, és talán egy aprót sóhajtott is. Mindjárt hozom a ropogtatnivalót. Amikor magunkra maradtunk, rávigyorogtam a partneremre. Szerintem extra húsos menüt kapunk. Elnevette magát. Hát igen, néhány dologra jó vagyok. Egy csomó mindenre jó vagy. Amint kimondtam, elvörösödtem. Hűha, ezt elég sokféleképpen lehetett értelmezni. Damon azonban meglepő módon eleresztette a füle mellett, és egy könyvvel kezdett cukkolni, amit a hálószobámban látott. Romantikus regény volt,
A borítóján a tipikus hordómellkasú kockáshasú alfa himmel. Mire a púpozott tányérnyi kenyérudacska megérkezett, már csaknem meggyőztem Damont, hogy remek modell lehetne egy hasonló könyvhöz. Nem hordok bőrnadrágot, jelentette ki, és beleharapott az egyik fokhagymás vajas finomságba. Elég nagy kár, gondoltam. Jó, de akkor is. A kinézeted megvan hozzá. Ismerd be, hogy csak a testemért szeretsz, forgatta a szemét. Hát igen. Damon pillái felemelkedtek, és az alatta a szemei úgy ragyogtak, akár a drága kő. Most úgy érzem magam, mint egy cukorfigura. Hangosan felnevettem, de aztán olyasmit kérdezett, amire nem számítottam. Hol akarsz tovább tanulni? Pislogtam. Tovább tanulás. Hátradőltem, belenéztem a remegő lángba. Nem tudom. Úgy értem, nem igazán megoldható, ha csak nincs a közelben egy nagy rakás kvarc. Megszegted az egyik szabályt. Intett az ajkán félmosoly. Na jó, forgattam a szememet. Te mit tervezel? Még nem döntöttem el, vonta meg a vállát. Ki fogsz futni az időből? Pont úgy hangzott, mintha Karissa mondta volna, aki minden alkalommal emlékeztetett erre. Ami azt illeti, mindketten kifutottunk már, ha csak nem pótfelvételizünk. Rendben, tegyük félre a szabályokat. Hogyan lehetséges ez? Online kurzusokkal? Damon újra csak vállat vont. Szerettem volna szemembökni a villámmal. Vagy ismersz olyan főiskolát, amelyik megfelelő környezetben van? Ekkor megérkezett a rendelésünk, lehetetlenné téve a társalgást, amíg a pincérnő tele nem reszelte sajttal Damon tányérját. Végül nekem is ajánlott egy kicsit, amikor pedig elment, lecsaptam a témára. Szóval ismersz ilyet? Damon felvette a kését és a villáját, és szeletelni kezdte a kamionnyi lazanyáját. A Flatirons. Micsoda? Flatirons hegység, a Colorado állambeli Boulder-től nem messze. Apróra vagdalta az ételt. Nagyon elegánsan evett, én pedig széttúrtam a spagettit a tányéromon. Csupa kvarc, nem olyan ismert és nem felszíni, mint más helyeken, de a kvarc ott van jó pár méterrel a felszín alatt. Oké. Megpróbáltam kisebb falatokat tenni a számba. Ennek mi köze van bármihez? A szempillái alól felnézett rám. A Colorado Állami Egyetem nagyjából 3 kilométerre van a hegységtől. Aha. Lassan rágtam, egyszerre minden étvágyam oda lett. Te oda szeretnél menni? Újabb várándítás. Colorado szép hely. Szerintem szeretni fogod. Az ételről elfeledkezve bámultam rá. Arra gondol, amire gondolom, hogy gondol. El akartam kerülni az elhamarkodott következtetéseket, rákérdezni pedig féltem, hát ha úgy érti, hogy szeretném Colorado-t, ha már nem élhetek itt vele, az pedig gyilkos lett volna. Dermett újakkal raktam le a villámat. Mi lesz, ha Damon elköltözik? Eddig valamiért azt feltételeztem, hogy itt marad örökre. És tudat alatt elfogadtam, hogy én is itt ragadok. Főleg azért, mert meg sem fordult a fejemben, hogy más az arumoktól védett helyet keressek. Lesütöttem a szememet. Damon miatt törődtem bele a maradásba. Helyes ez így? Sosem mondta, hogy szeret téged, közölte egy aljas, bosszantó hang. Még azután sem, hogy te bevallottad neki, hogy szereted. Ó, a hang igazat súgott. Hirtelen a semmiből előtűnt egy kenyérudacska, és megkopogtatta az orromat. Felkaptam a fejem. Fokhagymás só hullott az ölembe. Damon két ujja közé fogta a kenyeret, és felvont szemöldökkel nézett rám. Mire gondolsz? Lesöpörtem magamról a morzsákat, a szívem kővé nehezedett, de mosolyt erőltettem az ajkaimra. Én szerintem Colorado jól hangzik. Hazug, olvastam le az arcáról, de visszatért a vacsorájához. Kínos csendereszkedett közénk, most először, de rákényszerítettem magam, hogy folytassam az evést.
Aztán különös dolog történt. Damon könnyedén tovább cukkolt, a beszélgetés pedig más irányba fordult, például, hogy mennyire megszállottja bárminek, ami a szellemekről szól. Megint jól szórakoztam. Hiszel a szellemekben? Faggattam, miközben a tésztám utolját szedtem össze. Ő is letakarította a tányérját, hátradőlt és kortyolt a poharából. Elhiszem, hogy léteznek. Ezen meglepődtem. Komolyan. Azt hittem, csak szórakozás kedvéért nézed azokat a szellemes műsorokat. Hát azért is. Bírom, ahol a srác 5 másodpercenként kiabál, hogy haver meg tesó. Felnevettem, mire Damon elmosolyodott. De komolyra fordítva a szót. Muszáj, hogy igaz legyen. Túl sokan láttak már megmagyarázhatatlan dolgokat. Mint amikor túl sokan látnak idegeneket meg ufókat, vigyorogtam. Pontosan, tette le a poharát. Csak éppen az összes UFO hamisítvány. Minden azonosítatlan repülő tárgy a kormányzat műve. Leesett az állam. De hát miért lepez meg egyáltalán? Ronda megjelent a számlával, nem volt kedvem elmenni. Az egész randevú nagyon rövid ízelítőt jelentett a normalitásból, ami mindkettőnknek fájón hiányzott. Kifelé menet szerettem volna megfogni a kezét, az ujjai közé fűzni a sajátjaimat, de visszafogtam magam. Damon sok őrültséget csinált már nyilvánosan, de hogy kézen fogva sétáljon valakivel, az nagyon nem az ő stílusának tűnt. Az ajtó mellett néhány iskolatársunk ült, mindannyian leveses tányérnyira kerekedett szemmel néztek ránk. Mivel Damon és én az év nagy részében nyilvánosan utáltuk egymást, meg tudtam érteni a meglepetésüket. Elerett a hó, mire kiértünk, vékony lepelt akarta a parkolót és a kocsikat, és még mindig esett. Megálltam az utas oldali ajtónál, hátrahajtottam a fejemet, és kinyitottam a számat. Egy hópihe a nyelvem hegyére hullott. Damon összeszűkülő szemmel figyelt, a pillantása erejétől megremegtem legbelül, és sürgető kényszert éreztem, hogy odalépjek, egészen közel hozzá, azonban mozdulni sem bírtam. Földbe gyökerezett a lábam, a levegő kiszaladt belőlem. Mi az? Kérdeztem súgva. Mozira gondoltam, felelte. Remek. A havazás ellenére is átforrósodtam. És? Megszegted a szabályokat, cica. Többször is. Megérdemelsz némi büntetést. A szívem mellé ütött. Szabályszegő típus vagyok. Valóban. Mosolyodott el féloldalasan, aztán egy villámsebes mozdulattal már előttem is termett. Mielőtt egy hangot is kinyöghettem volna, két kezébe fogta az arcomat, hátra döntötte a fejemet és hozzám hajolt. Az ajka az ajkamhoz ért, borzongás szaladt végig rajtam. Először könnyedén érintett, szinte fájdalmas gyengítséggel. Aztán újra megcsókolt, és befogadón megnyílt előtte az ajkam. Ez a büntetés nagyon is tetszett. Damon keze a csípőmre csúszott, magához húzott, közben hátraléptünk, amíg a hátam a kocsija hideg, nedves karosszériájának nem péselődött. Legalábbis reméltem, hogy az övé volt, mert nem hittem, hogy bárki is szívesen látta volna, ha egy pár azt műveli az autójánál, amit mi művelüttünk. Csókolóztunk forrón, és egy centi távolság nem maradt köztünk. A karom Damon nyakára fonódott, az ujjaim sejmes, hótól nyírkos fürtjei közé csúsztak. Minden fontos helyen összeillettünk. Moziba? Mormolt a két csók között. És utána hova, cica? Nem bírtam gondolkozni. Csak éreztem, ízleltem őt. A szívem kalapált, amikor Damon a pulóverem alá csúsztatta a kezét, és széttárta az ujjait mesztelen bőrömön. Kívántam a mesztelenséget. Teljesen és kizárólag vele, mindig vele. Pontosan tudta utána hova. Ahol jól csinálhatjuk. És Istenemre, legszívesebben azonnal nekiálltam volna. Bódító csókjaitól nem jutottam szóhoz, úgyhogy inkább megmutattam, mire gondolok, és a nadrágja derekára csúsztattam a kezemet. Beakasztottam az ujjamat az övtartójába, és magamhoz rántottam. Damon felmordult, a szívem új lendületet vett. Igen, megértette. Feljebb siklatta a kezét, az ujja hegye már elérte a csipkés,
És akkor megszólalt a zsebében a telefon, élesen, szirénázva, mint a tűzriadó. Egy másodpercig azt gondoltam, nem veszi fel, de aztán zihálva elhúzódott. Pillanat. Még egy gyors csókot nyomott a számra, fél kezét a helyén hagyta, a másikkal nyúlt a telefon után. A mellkasának támasztottam a fejemet, alig kaptam levegőt. Édes zűrzavart hagyott az érzékeimben, alig bírtam uralkodni magamon. Ajánlom, hogy tényleg fontos legyen, szólt bele rekedten, de aztán éreztem, hogy megdermed, és a szívverése még tovább gyorsul. Azonnal tudtam, hogy rossz híreket kapott. Hátrahúzódtam, és felnéztem rá. Mi az? Rendben, felelte a telefonba, és a szemében fény csillant. Ne aggódj, Di, megoldom, ígérem. A bennem tomboló lázat kioltotta a hideg félelem. Damon leeresztette a telefont, visszatette a zsebébe. Görcsbe rándult a gyomrom. Mi az? Ismételtem. Damon minden izma megfeszült. Dawson megszökött.